Új Space Junkie csatorna indul. Talán már sokan ismeritek a Space Junkie ürültözás csatornánkat, ahol főleg élő adásokat készítünk, sokat beszélünk és néha magával sodornak minket az események. Emelkedünk! Emelkedünk! Elindult, gyerekek! De talán kevesen tudjátok, hogy nekem van egy másik beragadt hobbim, ami nem más, mint az asztrofotózás. Ugyanis van valami varázslatos dolog a nemzetközi űrállomás, vagyis az ISS, meg úgy általában az égbolt fotózásban. A Space Junkie előtt nagyon sok időt szántam arra, hogy megörökítsem az égbolt, meg úgy általában a naprendszer szépségeit. Központi csillagunk a nap kizárólag megfelelő, biztonságos felszereléssel csodálatos élményt nyújt. Holdunk különféle fázisait szerintem mindenki ismeri, a hamuszürke fény önmagában egy varázslatos élmény, távcsövön keresztül pedig egy teljesen új világ tárul fel előttünk. Londonban többször is végeztem járdacsillagászatot, mely során sokan első alkalommal látták a Holdat közelebbről. Őszintén szólva, ezek az emberi reakciók pénzben nem megfizethető örömet nyújtanak. Továbbá többször megfigyeltem vagy fotóztam a nagyobb bolygókat, mint a Jupitert és annak holdjait, vagy a Szaturnuszt, de kisebb bolygókat is, mint a Vénuszt, vagy a vörös bolygót, a Marsot. Valamint alkalmanként műholdakat és a nemzetközi űrállomást is. Az angol fővárosból sokszor megörökítettem azt is, ahogy a hold előtt elhúz mondjuk egy repülő, vagy maga az ISS. Csodás pillanatok ezek, és csak akkor lehet észrevenni őket, ha nem feltétlenül magunk elé, de néha egy picit felfelé is nézünk. Ezen az új csatornán nem titkos szándékunk, hogy meghozzuk a kedveteket egy kicsit az égi kukkoláshoz. Aki teheti, vásároljon magának egy távcsövet, de aki természetesen nincs ebben a helyzetben, keresse meg a hozzá legközelebb található amatőr csillagász csoportot vagy obszervatóriumot, hogy a saját szemével láthassa az univerzumot. Nekem személy szerint az elején az volt a célom, hogy saját szememmel lássam a Jupitert és 4 galilei holdját, de később természetesen felfedeztem magamnak a többi csodás égi testet, majd az ISS-t, és mára már az űrállomás fotózás lett az elsődleges célpontom. Mire ezt a videót látod, remélhetőleg megtörtént az eszközfejlesztés, és a manuális űrállomás fotózást felváltja végre a motorizált követés, ami teljesen új távlatokat nyújt majd ebben a hobbiban. Ezt a fejlődést tervezem majd dokumentálni, de nem csak az űrállomást, hanem a naprendszer égi testjeit is megmutatom majd nektek alkalmanként, ahogy a Space Junkie űrutazás YouTube csatornánk eléggé feszített menetrendje lehetővé teszi. Ez a csatorna izgalmas tartalommal vár majd benneteket, ha érdekel az éjszakai égbolt, továbbá, hogy hogy érdemes fotózni azt, mindenféleképpen iratkozz fel. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!